Sziasztok! A mai videóban az egyik kedvencemet, megint egy Honda, fogom nektek bemutatni. Ez egy 2006-os, már faceliftes, 2.2-es dízel sport, és ami a különlegesség az az, hogy 566 ezer kilométer van az autóban, és akkor most megnézzük, hogy félmillió kilométeren túl milyen egy ilyen kocsi, hogyha annak nem tulajdonosa, hanem gazdája volt. Az első tulajtól, illetve nem tudom, hogy első volt-e, mindegy, egy Balázs nevű úriember volt, idejött a kocsival, akkor volt 2016 májusban, Borsa megnézte az adásvételén, akkor vásároltam ezt a kocsit, 417 ezer kilométer volt benne, azóta az eltelt 4 évben belekerült még ez a maradék 140 ezer kilométer. Amikor ide került az autó, akkor pont itt volt a Winkli a telepen, és mondtam neki, nézd meg körbe picit ezt az autót, és hát szép, mondom, nézd meg a kilométer órát, behajolt, hogy hát 41 ezer, mondom, nézd meg még egyszer, és akkor neki is felakadt a szem, hogy 417 volt a kocsiban, nem 41.700, és akkor most nézzük meg a kocsit, hogy hogy néz ki egy ilyen félmillió kilométer. Nézzük meg először kívül. Ugye volt itt egy kavics felverődésből elindult rozsda, amit lejavítottunk. Itt volt a lökhárítón egy szintén kavics felverődésből elindult ilyen festék lepattogzást, amit utána a tulajdonos magas nyomásúval nagyobbra túrt. És itt a ezen a két elemen volt egy ilyen klasszik parkolási sérülés, ami le lett javítva, de egyébként majdnem ugyanolyan állapotba került vissza az autó, ahogy volt. A felnik nincsenek lepatkázva, tök jól néznek ki, normális gumik vannak rajta, és ugye az egész autón látszik az, hogy ezzel erre figyeltek az elmúlt 4 évben is, nem csak az azt megelőző 10-ben, és akkor nézzünk bele. A maszkom mindjárt kiveszem, mert az csúnya, rontja a képet. De az látszik, hogy igazából semmi. Tehát tökéletesek a kárpitok, nincsen semmi szétbarmolva. Itt az oldalkárpitok is tök jók. És ugye az ilyen, hát ilyen műbőrszerű valami van ezen. És ez nagyon jó karban tartható egyébként. És hiába volt benne gyerek, ülés, meg gyerekek, nem lett szétrúgva a kocsi, mert vigyáztak rá. Koszos volt ugyan, de nem lett szétbarmolva. Érdemes ide vetni egy pillantást erre az ülésre, hogy ez hogy néz ki 560 ezer kilométernél. Ez nyugodtan letagadhatna egy 300 ezeret, de még 4-et is. Sőt, van az a hely, ahol le is tagad, ahol le is tagadják. De ha megnézed a váltógombot, teljesen jól néz ki. A kormány is tök jól néz ki, meg van fényesedve, de ennyi fényesedés lehet benne 100 ezernél is. Nincsen szétbarmolva, nem gyűrűztek benne, tök jó állapotban van az egész. A műszerfalon semmi nem látszik. Igazából, ha most csak azt, hogy letakarják egy kilométer órát és be kell ülnöm ebbe az autóba, akkor ez alapján nem mondom meg, hogy hány kilométer van ebbe a kocsiba. Ugye sokszor, most már szállóigévé vált az a mondatom, hogy állapotot veszünk, nem kilométer óra állást, és hát valami hasonlóra gondolok, amikor ezt mondom, de ugyanakkor az árnak azért csak tükröznie kell, hogy ebben az autóban már több mint fél millió kilométer van, és most ismét eladtuk az autót, de olyan áron, hogy ebbe fél millió kilométeren túl van. Tehát értem én, hogy jó állapotú a kocsi, de azért kifeszíteni nem lehet az árát a végtelenség, sőt, kifejezetten olcsón kell adni. Az új vevő mondta, hogy hát elmentek megnézni egy pár autót, és a 200 ezer kilométeres autók messze nem így néztek ki. Ennek tulajdonosa volt. Menjünk egy karikát. Mielőtt még hasítanánk vele egyet, megvillantjuk a hajtóművet, amiért én Honda buzi lettem, meg igazából a japán autókat nagyon szeretem, az illesztési minőség, ahogy ők a motorjaikat meg tudják csinálni. Érdemes megnézni ezt a motorteret, leszettem róla a burkolatot. Ez egy 560 ezer kilométert futott motor. Ez amikor megvettem 417-tel, ugyanígy nézett ki, ugyanilyen poros volt. És ha megnézitek a szelepfedelet, meg ilyeneket,
olajpára sincsen. És ez a kocsi, ez több mint fél milliót futott. Itt van egy pici gosz, mert nyilván ahogy mellé öntötték az olajat, akkor így mellé folyt, de egyébként az összes, a befecskendezőknél ezt érdemes megnézni, hogy porszáraz minden. És a magam fajta hülyének, amikor akinek úgy számít a gépészet, meg értékeli a gépészetet, akkor az ilyenekre feláll, hogy ez ilyet tudott csinálni. Ha benézünk itt a hengerfegy tömítéshez, ott gyönyörűen be lehet látni, akkor az látszik, hogy nulla olajpára van, és ez majd 600.000 kilométert futott. Erre nagyon jó ellenpélda az Opel motor. Tehát az, amikor még annak idején 90-es évben hordtuk az ilyen kadetteket, meg ilyeneket, 100.000 kilométernél a hengerfejének ezen a részén az összes Opelből ömlött az olaj, de mindegyikből. És ez vélhetően a megmunkálás, meg az illesztési minőség, hogy ezt nem tudják a németek. És ugye látszik ezen, hogy ez tiszta por, ez nincsen lemosva. Ja, egy fontos adalék még, hogy a második általunk ismert tulajdonos mondta, hogy 520.000 kilométernél cserélt lendkereket meg kuplungot, az nyilván egy fájdalmas összeg volt, de annyit tudott az első lendkerék meg az első kuplung. Ezen azért érdemes elgondolkodni. És egyébként ennek az autónak ez jellemzője, persze van egy-két falábú, aki lerúgja róla a lendkereket meg a kuplungot, de nem egy olyan autóról tudok, aminek 400.000 kilométernél még benne van a gyári lendkereke meg kuplungja. Elmegyünk arra az útra, ahol kiszoktuk próbálni az autókat, mert elég rossz minőségű az út, és ott szokott szólni a futómű, bármilyen futómű hiba elő szokott jönni. A dízel autód van, nagyon fontos, hogy ne nyektessed ezres fordulaton, kapcsolj vissza, mert ha ezres fordulaton nyekteted, és onnan gyorsítasz, akkor nyírod vele a lendkereket. Ha csak úgy simán tartod a fordulatot, meg tartod a tempót, akkor mehetsz ilyen 1500-es fordulaton, de ha gyorsítani akarsz, nyugodtan kapcsoljál vissza, legyen egy 2000-es fordulat, és onnantól gyorsítsa. Na most hallatszik a semmi. Itt minden zörög ezen az úton. És az a jó, hogy rendesen húz a kocsi, úgy viselkedik, ahogy kell. A váltókulisszának nincsen lógása. Hát én mindig megköpködöm szegény németeket, de a BMW nagyon szeretne egy ilyen váltókapcsolási érzetet, mint ami ebben van. Mert azok nagyon nem ilyenek. És ebben 5-60 van, gyerekek, 5-60. Egyetlen egyért, ami lehet érezni a kilométert, az épp pedig a vezetőülés. Tehát az látszik, hogy a közepe az meg van ereszkedve. Ezt nyilván nem tudj levideózni, de fenékkel érzem, hogy az meg van ereszkedve. Most vagy veszel a bontóba egy jó ülést, vagy elviszed a kárpitoshoz, megtemeted, és akkor van egy jó ülésed. Kicserélik a szivacsot benne, újraépítik a szivacs részét az ülőlapnak, mert a támlának semmi baj, tehát az tökéletes állapotban van most is. Rendesen jól húz, van benne akarat, semmi nem árulkodik erről a futás teljesítményről. Na, hát ilyen egy közel 600.000 kilométert futott Honda Accord, olyan, mint a tájkurva. Ha azon is lenne számláló, akkor meg tudnád mondani, hogy mennyi idős és hány kilométer járt benne, de így csak ránézel és azt látod, hogy de jó nézel ki, drágám. Úgyhogy állapotot veszünk, nem kilométer óra állást.